Az tény sajnos, hogy mi nők nagyon-nagyon szeretünk vásárolni, de hogy mikortól válik ez betegessé, arról Rácz Molnár Lili pszichológust kérdezzük, és Voksán Virágot, aki abszolút kompetens ebben a témában. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! Hát sajnos azt be kell valljam, hogy én tényleg teljesen vásárlásmániás vagyok, és ezt már beteges szinten üzöm, és erről ez volt az újévi fogadalmam, hogy leszokok, de eddig sajnos még nem sikerült. Tehát, hogy így eltelt már bő egy hónap ugye az új évből, és nem mutatok javulást. Miket veszel ilyenkor leginkább? Ruha, cipő, táska, kabát. És kabát, meg bőrcseki. Boldogsághormon lehet ez a fajta vásárlás a nők esetében? Keresik a boldogság, mondjuk még mindig jobb, mint hogyha a csokoládéhoz nyúlnának. Így van, ez legalább nem hízlan. Igen, ez egy abszolút egészséges, a test szempontjából függőség, a pénztárcának nyilván kevésbé, de én igen, nőként és pszichológusként is úgy gondolom, ez biztos, hogy a nőknek egy hatalmas. Igen, csak forrás. Ahol ugye, ahol ad, ott a másik oldalon csúnyán elvesz, igen, konkrétan tehát, forintosítva. Az arányokat kell megtalálni. De ez tehát, neked fáj leginkább, nem a nőknek, nem? Nekem nem fáj, hogyha a nők vásárolnak egészen, amíg nem az én bankkártyámat használják, de ettől függetlenül tényleg azt gondolom, hogy nagy, akár férfiak is, tehát azon a mai világban a férfiak igen. is úgymond el tudnak szállni, és olyan nem létező dolgokat megvásárolunk sokszor magunknak, amit talán egyszer, ha felveszünk, és igazából utána soha többet, és hirdetjük a garázsvásárunkat, és továbbadjuk potom pénzeket. Amikor vásárolsz valamit, beleszeretsz, és azt érzed, hogy ez, ha nem lesz az egyém, akkor világvége. Igen, tehát az hát, a baj, hogy nincs már... kibe, akkor inkább én az a baj, hogy igazából én már kifejlesztettem ezt magamban, és annyira ráérzek arra, hogyha valami egy egyedi darab, utolsó darab megmaradt, és tényleg pont az én méretem, és nagyon jó áron van, hogy már így messziről kiszúrom a polcról, még akkor is, hogyha csak éppen beszimatolok egy boltba, és már egyből rááll a szemem. Tehát, ez a legveszélyesebb, mert így annyira ráérzek a ténylegesen nagyon jó vételekre, meg az egyedi cuccokra, és ugye a külföldi fellépések során bizony olyan dolgokba is belegabolyodok, amiket itthon nem fognak ugye szembe jönni velem. És tudod, még mi a veszélyesebb ezáltal... szerintem ennél, de majd akkor a szakértőnk megerősít ebben, amikor egyel kisebb vagy egyel nagyobb ruhát, mondjuk egyel kisebbet azt mondod, hogy neked ez mindenképpen kell, és na, ugye, én ilyet nem veszek meg. Bele... Biztos? Biztos, mert én ennél vékonyabb, mert nem szeretnék lenni, hát jó, csak ott és nem többen mondanám. Vagytok fönt is. Tehát, hogy... Igen, általában a fönti méreteim miatt kell M-es vagy L-es fölül, általában amúgy S-es a méretem, de emiatt ez egy kicsit megnehezít, úgyhogy a varrónőnél is szíves ellátott vendég vagyok, de mert csomó ruhámat úgymond kell utólag magamra szabadni. A nőknél ez előfordul, ugye, hogy a vásárlási lázban inkább megveszi az egy számmal kisebb cipőt. Ugyanezt akartam, benne. Nekem is 6-tól 40-ig bármi jó, azt mondom, hogy olyan a cipő, az a biztos. Én nem, nekem az nagyon kényelmetlen, tehát kisebbet soha, inkább akkor már inkább egy fél számmal nagyobbat, de kétzoknival. Igen, amúgy ugyanezt akartam mondani, amikor mondtad, Virág, hogy ez a legveszélyesebb, hogy nem ez a legveszélyesebb, mert neked igen. ezek a ruhák legalább jól állnak. Tehát szerintem a függőség az ott kezdődik, amikor az ember mindent megvesz. Igen. Tehát, hogy a birtok lesz. Én arra büszke vagyok, hogy nagyon megválogatom, csak nagyon sokszor találok nagyon jót, tehát hogy ez a probléma. És ezzel nem tudok mit kezdeni, de mondjuk azzal nyugtatom magam, hogy ennek nincsen különösebb belső oka, vagy valami probléma biztos, a fejemben. Majd kutatjuk, keresünk. Mert Lilivel mindjárt kielemezzük. Igen. Mert hogy mikortól káros, mi az a határ, amire azt mondjuk, hogy na innentől már lehet, hogy segítség kellene. Hát ugye minden függőségnél azért onnantól kezdve beszéltünk függőségről, hogyha az élet tortájának egy elég nagy szeletét teszi ki. Nyilván a vásárlás függőségnél anyagilag ez egy elég könnyen lemérhető dolog. Szeretjük el az anyagi részt. Jó, tegyük végtelen, van egy végtelen kártyánk. Igen. De mondjuk hetente háromszor elmegy a boltba vásárolni, lemegy a közértbe teljesen másért, de közben a ruhásnál már lassítás, befékezés, kézifékes fordulattal. Akkor lehet lemérni, hogyha nem okoz örömet. Tehát én nagyon sok klienstől hallom azt, hogy... Örömet okoz, csak meddig? Igen, hogy körülbelül csak addig, amíg kifizeti. Tehát már az se, hogy először felveszi. És akkor azt hiszem, hogy ez az az eset, amikor arról beszélünk, hogy valami hiányzik belülről, és azt próbáljuk kívülről magunkra aggatni, de az is mutatja, hogy rögtön nem okoz örömet. Hogy tudunk ezzel ellen tenni? Hát szerintem... Vásárlást felejtsük el, ugye? Még több vásárlást felejtsük el. Igen, ugye ez azért nehéz, mint az evészavarok esetében, hogyha mondjuk valaki iszik, akkor azt lehet neki mondani, hogy az a megoldás, hogy ne igyon. Most enni nem mondhatjuk, hogy ne egyen, meg azt sem mondhatjuk, hogy soha többet semmilyen ruhát ne vásároljon, és akkor ugye megint könnyű átbillenni. Én úgy gondolom, hogy azért, hogyha az ember érzékeli magán, meg esetleg azért a bankkártyáján, hogy ennek már negatív következményei vannak, akkor érdemes szakértőhöz fordulni, mert a függőségeknek mindig valami belső oka van. Tehát nem arról... Virág, csináljunk egy fogadást, én azt mondom. Én biztos vagyok benne, hogy a te és az én gardróbomba, hogyha most egy évig nem vásárolnánk semmit, akkor is kijövünk belőle.
Hát az nagyon ugye, biztos, minimum. Sajnos. Szerintem életem hátralevő részére. Na, de hát akkor fogadjuk meg, hogy 2017-es évben nem veszünk semmit. Igen, de én csak akkor nem veszek, ha te se, Krisztián. Akkor tuti, hogy veszek valamit. Én most a virág miatt ezt bevállalnám. Bevállalod? És bekamerázhatjuk a gardrobod meg a lakásod, és semmilyen új ruhadarab nem kerül be? Nem, én tényleg... Ki fogja ellenőrizni? Igen, Lili. Ez egy lelkiismereti kérdés. Nekem még örömet okoz. Neked tehát, hogy örömet okoz, mondjuk, hogyha a párodnak vásárolsz valamit? Az is, persze. Mit persze. Vettél legutóbb? A karácsonyt már ugye megbeszéltük, de azóta vettél valamit a párodnak? Hogyha vásárolok egy párkapcsolatban, akkor mindig örömet szokott okozni, hogyha komoly párkapcsolatról van szó. És tehát... komoly párkapcsolatról van szó? Ne akarjod, de jó, hogy nem én vagyok arról. A rozsarú jó. De már megszoktam, hogy kell ezeket kivédeni, szóval igen, örömet szokott okozni, így van. Na jó, ez a jó. Jól kitért. Mikor beszéltünk tényleg nagyon nagy problémáról? Tehát most aki heti rendszerességgel vásárol, az adott esetben probléma lehet? Mert szerintem nincs szükségünk annyi mindenre. Az biztos, hogy nincs, de szerintem nem a rendszeresség számít, az is, de hogy mennyit veszted. Nincs lehet, benne észszerűség. Vesz egy nyaktáncot, vagy egy, nem tudom, egy pólót, azért ez nem olyan vészes. Szerintem, amíg olyan dolgot veszel, amit még nincs, addig nincs gond. Hogyha mondjuk egy sárga kabátból veszed 10 darabot már, az már betegség. Az már, igen. De hogyha még nem volt sárga, és azt halmozod? Veszed. Egyedül a fekete bőrcsek idén, azt úgy gondolom, hogy az klasszik. Tehát, hogy abból van az, ami máshogy van barva. Azt kívül senki nem veszi észre, hogy másik fekete bőrcsek. De, mert van a sima, van, ami ilyen protektorok rajtad vannak. Rajtad kívül senki nem veszi észre. Ezt én garantálom neked. Hány olyan címkés ruhád van, ami ott áll a szekrényben, és még soha nem volt rajta? És még rajta az ári. 100 legalább. Micsoda. Igen. Nagyon sok, egy egész szobám van tele ruhával. Akkor kimondhatjuk, hogy voksánvirág beteg. Igen, lehet, bár én még mindig örülök neki, tehát hogy ezt jó, hogy mondtad, mert így megnyugtattál, mert már kezdtem gyanakodni, hogy valami baj van, de én nagyon örülök, sőt, virág, ha veszek egy új cipőt, vagy valami, én kirakom az éjjeli szekrényre, és arra kelek, hogy ott van mellettem a cipő az éjjeli szekrényen, és örülök neki még másnap reggel is. Ahogy beszél, megemelkedett a púzusra. Egyébként három sarokkal arrébb egy üzlet, ott már azonnal tudsz. De azért vásárolni. Én nagyon válogatos vagyok, tehát hogy nem vagyok az, aki bárhova bemegy és csak vegyek, hanem, uh-huh. hanem nagyon egyre inkább kifinomultabb az ízlésem. Na, hova mész a stúdióból innen? Haza. Egyenesen haza. Nem vásárolni. Na jó, hát oké, érdekes. Nem, igen, én azt mondom, voksánvirág beteg. Köszönöm szépen a felismerést. És hát nem mertem megígérni, hogy akkor nem vásárol 2017-ben. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük.